És minek köszönheti, hogy 72 évesen még ilyen jó karba van, Gyuri bátyám? Hát, tudtam, hogy alkoholista nem voltam, részeges nem voltam, a nyugdíjosztály. Szivarozott? Szivarozott, de azt is elhagytam 20 éven. 20 éve elhagytam már? 20 éve, meg ez egy szivaros ágyom. Azért az egyik barátom volt, temetés úr, meg tiszteltingen csak megvezdette az italat, és akkor készített lett belé. És unokája van-e? Nincsen, az az egy fiam 23 éves. 23 éves, és a felesége mit csinál most? A feleségem otthon van most jelen. Jaj, értem, értem. Én lejöttem a vásárolókból, és megyek hazafelé. Megy hazafele. És akkor megláttam, milyen szép kalap. Hát megveszem a fiamnak, még úsítva, hogy akkor adjam oda. És hogy jött el ide? Hát jöttem reggel. De mivel? Hát egy alka, egy ilyen izével, amelyik hozzak ide a... Busz? Hozzak a... Figyeljem, a kocsia meg sajtól jött le. Jaj. Én megálltam a százalat. Megállottak, beleütettek, idajkoztak. Szeret ide jönni a palánkai piacra? Minden üvegy. Minden van itt? Hát mi? Minden meg lehet venni? Hát ez... Otthon van-e jószágja? Ó, de áll van adva. Miért? Hát én már a többiek felélni akart, és nem tudnak, vagy a nőt, nekem van. Na, mi a manó? De nekem úgyis pénze van még 200 euró a bankban, és egyes minden, nekem van minden. Na hát akkor... És hát nekem van, amiben megijesed azt mondani. Na, akkor jó. Hát mi kell legyen nekem? Hát az biztos, egészség kell. De van gazember elég. Az biztos. Na, köszönöm. Csak aztán, amikor meg, amikor a bankból két-három évvel nem vettem ki a bankból a két balicsát, a bankból 200 millió eurót, megvan a papírok, minden. Csak úgy meg, hogy előn menő, figyeljen, előn civilbák, sógorom az asszonynak a testvére, küljel el, nem is tudja ki. Amikor igen, megtámadnak a katonának. Igen. 49-ben Oroszországból jött ez a Szibíriából. Felső lakra. És mit? Hát ez a Donkanyarba volt? Ó, igen, igen. Szibíriában. Uh-huh. És az oroszokról mi a véleménye? Mert hát most... az oroszok azt mondja, nem voltak izék, hanem... Hogy mondjam, az oroszok azok ilyen izék voltak meg. Az orosz volt, mindegyikben nem mondom, az idejével voltam, megmondom. Tatárokkal? A határőr parancsokokkal, és az idejével. Hogy mondjam neked? Hogy fejeztek ezek? Nem tudom, milyenek voltak a tatár, az idejfejűek, hogy mondjam, a kutyafejűek. Ezek voltak az emberek. Igen? Igen. Aha. Én nem mindegyik, a kutya fejlődik. És maga mikor született? Hogy az 50-ben születtem, de... 49-ben. Én megmutatom, hogy hát elhiszem, akkor de az édesap... 1950-ben... Egy idősek vagyunk. Egy idősek? De. És maga honnan jött? De. Én Székelyudvarhelyi vagyok. Udvarhelyi? Na nézd meg! Látom. Na nézd meg! Látom. Uh-huh. És hát nekem, ugye, felsőlokon születtem, de hogy mondjam neked, románul ütök, nem tudom, hogy... Melyik időszakban volt jobb élni? Most vagy Ceausescu idő? Nekem mindegy, mert a nyugdíjban... Akkor mindegy. Is dolgozni kellett, tudom. Akkor is dolgozni kellett? Akkor mit dolgozott kellett. Maga bátyám? Én fetterközésettel ilyeneket köttem, mint a vonatot. Igen? Kulcsival dolgozott, egy nap annyit kerestem, hogy a munkás egy hónapig kellett dolgozni. Én egy nap megkerestem, akkor is jól írtam. Aután pedig sover lettem, Németország, Magyarország, Hollandiát jártam. Igen? Buszos beszél is valamilyen nyelven? Persze, tudok. Csak annyi, hogy most elfelejtettem a németet, annyira nem tudtam. Most van a fiam... Szóval? Jár. Vanifári? Ja. Igaz? Igaz. Szóval, hogy hova mész? Vanifári, mit csinálsz? Ugye német, úgy van? Ja. Gutmargen, jó napot, ugye? Igen. Úgy van. És miért jött haza Németországból? Hát azért már, hogy itt lakunk. Mert itt lakik, itt a családja. Persze. Volt nekem tartózkodás, hogy mindenem volt, de... Annyi, hogy beteg is tettem, agyvédést kaptam, szívübratot annak ennél, mondta meg. Kap egy nyugdíjat Németországból? Nem.
Nem? Így kapom a nyugdíjat. Nem volt olyan sokáig. Hát 8 évet dolgoztam a postán, de jó volt, nem voltam. Tudok. És mit gondol arról, hogy most nincs tél? Nem esett még hó? Nem is volt, életemben ilyen telünk nem volt. Életemben nem volt. Nem volt ez ilyen tél. Hát tényleg most nem volt. Mit gondolnak a klímaváltozásról? Hát nem tudom, hogy de a Csózsatko meghalt, még a klíma is megváltozott náluk. Figyelj ide, 86-ban, soha nem felejtem már ezt, hogy 43 fokos hideg volt, Dánfalán voltam. Igen. Dánfalán. A csizmám ketté törött, a bőrcsizmám ketté törött, menni nem tudtam. Ez így jó. A nagykocsik, a Zimetefén is, az iramné. Reggelig mentek. Alapjáraton kellett menjen a gép. Tényleg? Igen? Komolyan volt ez, így volt. Van szép, van szép. És mit gondol arról, hogy nekem most nagyon tetszik ez a palánkai piac, hogy most Csíkszeredában is van ilyen bevásárlóközpont. Az jobb, vagy ez jobb? Ez. A mindegy. Ez jobb. Ez akkor most mindegy, vagy ez jó? Hát mindegy, mindent lehet kapni. Itt olcsóbb minden, bőcségből olcsóbb minden. Itt se, helytelens ott se. Mert szabad van, szabad se, meg van engedve az őszinteség. Csáucsászkó, korábban voltak-e ilyen piacok? Igen. Volt. Igen? Voltak. Nálunk eddig azért mentek a vállalóra, mert ide kedjött, parasztalálkozó volt. Igen? Volt. Jó volt. De most Udvarhelyen lakik benne. Udvarhelyen, Fenyőiden lakok. 2 kilométer a város, úgy az felünk. Tudom, hogy Fenyőid. Nem tudják, hogy melyik a Fenyőid, egy Betlehalma. Tudom, hogy Fenyőid meg Betlehalma, melyik. Jajajajaj. Ahol a Csia nem hallott ki. Én? Én magyarországi vagyok egyébként, de most kiköltöztünk a Kászonokba. Képzelj el. Mit szól hozzá? Nem, minden fiatal megy ki... Apám ott neki lakás. Minden fiatal megy ki nyugatra, hát az a másik oldal, én Békés-megyéből jöttem, hogy mit gondolnak arról, hogy minden fiatal meg megy ki nyugatra? Maga is kiment, de hazajött. Igen, dolgozni voltam. A fiam most is Franciaországban van. Igen, Franciaországban. Igen, vissza a népeket, úgy mint én, busszal dolgozik, nagy busszal, kordja, teszi, veszi. Merre van Franciaországban? Nem tudom, melyik városban ment ki, most valakit kivitt. 2 hét múlva jön vissza. Aha. A Gozvarnál ilyen olyan dolgokat hozzá, én eladom. És most mennyi munka lehetőség van itt? Itt is van. Ahhoz munka, képest? Hát az jobb. Itt kapnak a fiataloknak, kapnak 500 eurót, a 600-at, az akik kapnak 2500 eurót, vagy 2000. A kettő nem mindegy. Uh-huh. Na, de távol van a családtól, egyforma, meg a lakhatás is drága. Egyforma a kaja. Egy Németországban egyforma. Most itt bemegyek a bútba, veszek egy liter pálinkát, román pénzzel beszélgetünk, 30 lei, az pontosan 8 euró. A 6 euró. 6 euró. Csak 6 euró. Pont ott is annyi. Uh-huh. Ott is annyi. Mit vesz annyi? Mit akart venni? Pálinkára, hús, minden egyforma. Hát de pálinkát ott nem vesz, ott snapsot vesz, nem? Ott van minden. Ott snapsot lehet venni, nem pálinkát. Németországban bekerült egy sör, ide 150 forintba, vagy 100 forintba került be egy sör. Na, amikor 3 lej volt, itt került 15 lejbe. Egy lejt van bali. És ott odakint olcsóbban megvettünk a román sört, vagy német sört akarod, mint itt. Aha. Ott alig 32 centot. És ezeket a függönyöket kikészíti, aki, ezeket amit itt áll? A függönyöket Lengyelországból hozták. A fiaim járják Lengyelországot, Németországot, sonnan hozták. Aha. Megnézem, ugye itt árul még ilyen láncokat, meg napelemeket is. Árulnak. Húzzál valamit csinálni, mert nem elég a nyugdíj. Nem elég a nyugdíj? Hát magának meg jó a nyugdíj, azt mondta. Nekem 36 millió. Na, 3600. 3600. De csak azért, mert bányába dolgozott, igaz? Én nem dolgoztam a bányavallat. Mennyi ideig dolgozott a bányában? 30 éves, 3 hónap, 8 nap. Úgy mondom, amit dolgoztam. 1903-ban magyar világ volt ott. Uh-huh. Új Moldovában, no. Hát új Moldovát hát tudom, hogy hol van. Novicsádról, a királulók, minden, és én fiatal csóró voltam, ott dolgoztam. Aha, jaj. Nekem jól ment az a Golgotából, de ilyen... Hát ugye a új Moldova ott a Vaskapunál, a Dunánál van, igen. Dunánál van. Én ott voltam, túlfelől voltak a Duna, senki az időben... Senki szigetje? Honnan tudod, de honnan kezd le? A feteket engedtem Magyarországra, hogy jött ki az, onnan jött le a Duna, onnan jött le. Ja, 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 ja. Magyaráztak mindent. Na. Apám is mondta, de meghalt már. 7 év vagy megvan hallva, de Magyarországon. Ilyen izé volt, olyan garincse. Hogy mondjam, határőr parancsnok.
Nagyon szépen Sobrumbo, köszönöm a beszélgetéseket, Gyuri bátyám. Sobrumbo! Isten áldja! Anyám, resztén megint. Igen? Kettős állampolgár vagyok. Uh-huh. Kumban, gondolom, hogy adnak valamennyit. És nézd, milyen jó Tesco-s kabátja van igen. Magának meg. Hátul is Tesco-s. Csak itt nincs Tesco. Hát, neked ne látod a papszógorom, hogy kereszt van a kabátom. Nézd meg. Ah, látom, látom. Nekem papszógorom. Ha ön is szereti Erdélyt, és értékeli az erdélyi túrák Dóri és Péter munkásságát, akkor ön is támogathatja egy liter tej, vagy egy liter üzemanyag árával a munkájukat. Kattintson a YouTube csatorna felületén a csatlakozás gombra, és ott kiválaszthatja azt az összeget, amivel hozzájárul ahhoz, hogy még szebb filmeket készítsen Dóri és Péter. Az erdélyi túrák. Köszönjük!